Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Már tényleg ott van bennem a gondolat, és nagyon ki akar költözni, mely szerint is ugye Charlie éneklő, hogy vidékre költözöm, a kertemet öntözöm. Valahogy így vagyunk ezzel. Minap elgondolkoztam, tulajdonképpen azt hiszem, itt ennek a témának én voltam a kitalálója, nem más, és szembe jött velem, hogy Carson, nem tudom, valamelyik a sok Carson, nem véletlenül emlegetnek Carsonokat. Láttam, kérlek, 15 ezer euróért, már szinte az a nyersanyag megérte volna, egy elég nagy kertet, házzal, csűrrel, mindenféle. Jó, nem volt a legpuccosabb, de nem is volt rossz. Tehát, hogy szerintem annál rosszabb körülmények közt emberek laknak, mint ami ott meg volt hirdetve, és 15 ezer euróért, ha lenne 15 ezer euróm, akkor azt mondom, hogy nem sok. De erre még akár érdemes lett volna felvenni egy bankhitelt is, miért ne. Utána, ha egyébre nem jó, akkor egyszerűen csak arra, hogy mit tudom én kiadott szilveszterkor, még abban is visszajött volna néhányszor. Szumma-szumárum. Egy vidéki háznak, egy hétvégi háznak a gondolata itt becsúszott a fejünkbe. Valószínűleg azért nem is hajtottunk rá, Andrével mi ugye eleve vidéki legények lévén. Annyira a hétvégi házzal úgy vagyunk, hogy hétvégén ott az a ház, amiben lakunk, és körülötte mindig volna valami tennivaló. Csak mindig esik szerencsére az eső, vagy bal szerencsére az eső, és nem tud. Aztán pedig ott van, hát... Merjem mondani, hogy... Mondjad, Bence, mondjad. Igen. Jó lesz. Hobó. Hobó, nem a zinkes. Nem a Földes László. Nem a Földes Hobó. László, hanem Pálffy Tibor színművész. És hát volt alkalmam a minap egy pillantást vetni a kertjébe. Van neki egy tiny house-a. A tiny house az amerikai kifejezés, ők találták ki, az incipinci, de amúgy jól hasznosítható házikó, amit szerintem valahonnan készen vásárolt ő maga, de hát egyébként a legtöbbet így készítik. Tegyük azt is hozzá, hogy az egész koncepcióban van még egy ilyen, hogy az embernek nincs is akkora élettérre szüksége beltérben, hogyha van egy becsületes kültere. Így van, így van. És alapjáraton, hogyha már ilyen nagyon rögtön a közepébe csaptunk, mert ugye vikendházakról és nyaralókról, tehát én, aki például városon élek a fiúkhoz képest, én annak is örülnék, hogyha nem feltétlenül tiny house, de hogy valami házikó kint a telken, ott falun lenne, ahová egyébként akár egy hétvégén, akár a nyári vakációban, ugye melegebb napokon, hosszabb időre is ki lehetne költözni. Na és akkor innen jött valóban az a gondolat, hogy nem feltétlenül kell építkezni abban az esetben, hogyha az embernek van egy üres telke, már csak azért is, mert például ezeknek a minimalista kis tiny házaknak az egyik előnye az az, hogy van ennek gurulós, illetve statikus változata. A gurulós változat az értelemszerűen alapból úgy van kialakítva, hogy a sima, egyszerű, akár székelyföldi közutakon is lehessen vele közlekedni, mert azt hiszem, hogy az alapszabály az az, hogy 2,5 méternél, egész pontosan 254 centinél nem szabad nagyobb legyen a szélessége, ergo el kell férjen ugye közúti forgalomban is, lehet szépen ügyesen vontatni, és az az óriási nagy különbsége például a lakókocsikhoz képest, hogy ez kifejezetten az alvázra van felépítve ez a kis tiny ház, és alapjáraton sokkal ügyesebb, sokkal okosabb, sokkal több előnye van akár a lakókocsikhoz képest, vagy a konténerházakhoz képest, illetve akár az egyébként felhúzott rendes házakhoz képest, mert talán a legfontosabb előnye, amit én imádok, az az, hogy lévén, hogy nem ingatlanról van szó, hanem egyfajta ingóságról, tehát ilyesmiket meg lehet idézőjelesen úszni, hogy építkezési engedés. Persze erre is van már nálunk is törvénykezés, de azért nem jár annyi macerával, mint amikor fel akarsz húzni semmiből egy házat, és nem is beszélve arról, hogy költségek, anyagiak szempontjából mennyivel előnyösebb. Igen, itt persze már is bejön mindenféle trükk és mindenféle tudomány, mert tulajdonképpen amiről mi beszélünk, az egyfajta hibrid, mert nem csak az van, hogy kimegyünk hétvégére a telekre mit csezni egyet, hanem azok az emberek, akik komolyan gondolják ezt, egyébként Magyarországon miniháznak nevezik, érdekes, elég cukik fejezés, de fedi a valóságot. Szóval akik ebben utaznak, nem csak abban gondolkodnak, hogy most akkor tényleg legyen a hétvégén egyet kiülni a, nem tudom, a somfa aljába és elhallgatni a madarakat az erdő közepén, hanem tényleg életmódszerűen ebben laknak és megvalósítják ebben a teljes életüket. Ilyen szempontból egy kicsit odébb vagyunk annál, ami a tipikus székely ember számára a hétvégi kihúzózkodós kuckót jelenti. Mégis az van benne a pakliban, hogy bármennyire hihetetlen, sokkal, és nem hihetetlen, ez a valóság, sokkal kevesebb cucra és helyre van szükségünk, mint gondoltuk. Mm-hmm. Tehát ott van az összes nagy, és emlékezzetek most egy kicsit zárójel, amikor jött a nagy szabadulás, és jött a nagy építkezés boom,
akkora palottákat, és még mindig ez a trend egyébként, még most is azt látom, főleg akik külföldről hordják haza talicskáslag az eurókat, akkora palotákat, három emeletes, nyolc teraszos, nem tudom miket építenek maguknak, hogy nem tudom, mikor fogják belakni. Soha. De valószínű, hogy csak ikunokákkal, vagy mikor fogják kifűteni, és miből, ha-ha. Itt is állj meg egy percig. Rögtön miután belakták. Rögtön utána, tehát azt is soha körülbelül. És ehhez képest valószínűleg, hogy egy kicsit már meg is vagyunk késve ezzel a miniház vagy tiny house mozgalomban ilyen szempontból. Nem csoda, mert hogy mi mindennel is meg vagyunk késve. No, de hogy tulajdonképpen ezt próbálja kiváltani. Nincs fölösleges tér, nincs fölöslegesen egy rajzszeg sem ebben az egész történetben, hanem tényleg kicsi helyen ügyesen el lehet férni pereputyostól mindenestől. Ez a klasszikus értelembe vett sok jó ember kicsi helyen is. Tehát én láttam, követek egy műsort, pont arról szól, ilyen kis házakat építenek fel, és egy adott ponton úgy, tehát az az alapszabály túl azon a 2,5 méter szélességre már említettem, de hogy nem szabad 40 négyzetméternél nagyobb legyen maga az alapterülete. Általában ilyen 30-35 négyzetméter az átlag, amit úgy készen legyártanak, és ilyeneket lehet vásárolni. És láttam ebben a műsorban olyan megoldást, ha hiszitek, hanem hogy egy 6 fős családot egy 40 négyzetméteres kis miniházba el tudtak altatni, meg szállásolni. Tehát ténylegesen érvényes az, hogy sok jó ember kicsi helyen. No, de mielőtt a részleteibe belemennénk, az azért nagyon fontos, hogy nem csak a tiny house-ok kapcsán került szóba egyáltalán ez a minimalista gondolkodásmód, hanem egyszer volt a minimalizmus, meg egyáltalán annak a szándéka, hogy kicsivel kisebb ökológiai lábnyomot hagyni magunk után, és abból, vagy konkrétan ezekből a gondolatokból, ezekből az élet szemléletekből alakult ki azt, hogy ezt akkor igen, konkrétan akár a lakóterünk kapcsán is meg tudjuk tenni, hogy minek nekünk nagy palota, hogyha elférünk kis helyen is. Itt azért szerintem ez még egy dolog bejön, ugye Amerikában is szeretnek az emberek valahol lakni, ugyanakkor ott is meg lehet, tehát nem annyiba kerül egy ház, mint nálunk. Azért ott ugye a millió dollárt megüti, vagy legalábbis a környékén van, attól függően nyilván, hogy hol, mikor, merre, de ők pedig könnyű szerkezettel dolgoznak. Viszont ott is az van, hogy alsó bivaj röcsögére nehéz kihozni, és hogyha te a préri kellős közepén akarsz egy házat magadnak, mert miért ne akarnál, mert egyszerűen erre van igényed, akkor az annyival többe kerül, mert azt oda kell vinni. És mondjuk nincsenek körülmények. Tehát ezzel egy ilyen módszer van. Én azt mondom, hogy egy kicsit a hétvégi házhoz térjünk vissza. Miért jó a hétvégi ház? El lehet menni egy kicsit a szomszédságból is. Tehát eleve a légváltozás, az ember azt úgy szereti. Én emlékszem, hogy az a ház, ahol most lakunk, akkor az gyerekkoromban a szüleim inkább ilyen hétvégi háznak használták, és tényleg az volt, hogy akkor hétvégén kimentünk, ott voltunk, mit tudom én, akkoriban ugye szombat még az nem volt szabad nap, de hát ott voltunk vasárnap, és akkor volt egy nyugodt nap, amikor ott mindenféle történt. Nem tudom, tettek, vettek, franc tudja, mit csináltak, engem akkor nem érdekelt, ugye a felnőttek dolga, a saját dolgaimmal voltam, ki van kapcsolva a mikrofonot, kincső az a gyanú. Hát én visszakapcsoltam. Hát nem elég ügyesen. Most már igen. Vagy szóval, hogy azt akartam mondani, hogy amíg anyukádig dolgoztak, addig te ribizlit meg egrestettél, mert ezt csinálja a gyermek falun. Hát, mit tudom én, vagy bicikliztem, hajtottuk a libákat, mit tudom én. Békáztál? Nem, sose bántottam. Nem, egyszer egy békára rádobtam egy követ, de ennél többet nem csináltam. Szegény béka azonnal átment a béka túlvilágra, de megúszta legalább a gólyakínzást. Na, visszatérve itt erre a dologra, tehát hogy igenis értem a logikáját annak, hogy miért akarnak az emberek egy kis hétvégi házat. És a hangsúly a kis, mert meg tényleg nem arról szól, nem akarsz nagyon luxusba élni, nem azért mész ki. Ilyen alap dolgok kellenek, hogy A. Kell egy hely, ahol tudsz aludni. B. Kell egy hely, ahol tudsz valamit ellegetni, C, kell egy WC, vagy legalább egy fabudi, de hát nálunk ugye azért az utóbbit azt meg lehet oldani. Friss élményem van, 900 lehet vásárolni egyet. Ó, és megvetted? Meg. A gödröt is adják hozzá? Nem, de nagyon kedves volt az úr, most is egyébként, már vettem tőle mindenféle egyebet is, szóval szumá-szumárum ügyesen. És ilyen tiny-t vettél, vagy rendes bérre? Figyelj, tiny house, maradjunk abba. Aludni nehéz benne, de láttunk már erre példát. Igen, egyébként igen, a drága jó középiskolás egyetemista évek, ugye meg azok a bizonyos szilveszterek. Teljesen felnőtt emberek is pálinka főzéskor már aludtak el fabudin. Itt egy kicsit még maradjunk ennél a békebeli időkből származó hétvégi házról, hogy ez rendszerint, aki nem használ, a családi örökség szokott lenni egyrészt, vagy pedig valaki vásárol magának egyet. Nálunk ez volt, és a hétvégi ház az rendszerint az elhelye, például a lecserélt bútorok mennek nyugdíjba, minden, amit nem használunk már otthon, a szépen kiköltözik.
húzik oda, az visszaköszön. Olyan kenyérpirító, aminek azért le van törve egy darabja, de fél oldalán még lehet sütni. De csak az egyik fele pirít, azt nem lehet leállítani, meg ezek a fajta dolgok. Tehát tényleg láttuk, ismerjük, hogy van ennek kultúrája. Ez is szerintem most már, vagy egy jó ideje változóban van. Tehát nem a már a hétvégi ház sem Székelyföldön, nem az, ami volt. Láttuk most már például teljesen ismerősi körben is van. Kis telekre, kis faház, naturházacska szépen az erdőjába fel van téve. Nem összkomfortos, tényleg tömegszállás van, matrac mellett. Az udvaron vagy a kertben ugye ott szépen egy dézsácska. A konyha minimális, a nappali is éppen csak akkor, ha nem alszik senki ott, akkor lehet használni. Tehát a méreteknek az összezsúrodását látom a mi trendünkben is. Tehát most már tényleg nem az van, hogy a háromszobás, nagykonyhás, szép szobás vidéki házunk van, mert oda járunk hétvégézni, még akkor is, ha csak vasárnap van megadva. Csak azt is ki kell fűteni, ugye annak is van egy ilyen rossz tulajdonsága. Sőt, alkalmasít nehezebb. Viszont ne felejtsük el, hogy pont amit Kincsó mondott, azoknál a fűtés az már lényegesen könnyebben megoldható. Ugye onnantól fogva, hogy van valami villanyforrásod, talán még könnyebben, és ugye ezeknél mindig az volt a hétvégi házaknak az átkodja, amikor odaértél, akkor olyan hideg volt, mint a kútban, ez most már 22. század. Jó, a jövőben 2022-ben. Élünk. 2022-t akartam mondani, így van. Köszönöm szépen. Meg tudod oldani azzal, hogy a telefonon felnyomsz egy gombot, azt, amikor ott vagy, akkor hát nyilván nem ingyen, de meleg van. Igen, meg hát nagyon fontos, hogy például az ilyen mini házaknál két típusról beszélünk abban a pillanatban, hogyha egyáltalán gépesítésről, vagy minden más hasonló dologról van szó. Tehát van az, ami mint egy lakókocsi, ahogyan leparkolsz egy lakókocsi parkba, egy konnektorra szépen rácsatlakozol az ottani hálózatra, de van az a változat is, és az a jó, hogy a kettőt egybe lehet gyúrni, tehát ha parkolóba teszed le ezt a kis mini házat, akkor használod a másit, hanem akkor van ez az önfenntartó rendszer, akár egy napelemmel ugye meg pakolva az épület, majdnem azt mondtam az autó, de nem, az épületecske tetejét. Másrészt az előbb említettem az alvázat, hogy konkrétan arra van ugye ráépítve egyfajta ház. Az alvázban van nagyon profin kialakítva az összes húzalozás meg vezetékezés, ami ahhoz szükségeltetik, ugye, hogy akár egy elektromos sütő menjen, de gázellátásos változatra, sőt fatüzelésük azent is be lehet szerelni megfelelő vészkijárattal és minden mással. És még egy dolgot akartam mondani, ja igen, hogy például a szennyvíz kérdése, mert ugye jól tudjuk, az is egy fontos dolog, meg hozzátart, főleg, hogyha költözködsz ezzel a kis házikóval, akkor ez ilyen nagyon vagány, nem tudom, Bence, segíts te esetleg, tudod, ilyen öntisztító rendszer, van erre valami szó, nem tudom. Hát van ezer egyfajta, mit tudom én, enzimet lehet kapni, egyébként nagy áruházakban állunk mai percig, amik segítenek mondjuk ott a pöcegödrös megoldáson lebontani ugye a nem kívánt anyagot. Na, de valami ilyesmi rendszerrel egy óriási nagy tároló szintén az alvázba be van építve, ami persze azt feltételez értelemszerűen, mint egy akár hagyományos falusi emésztőgödörrel, hogy hébe-hóba ki kell szivattyúzni, na ezt is hébe-hóba ki kell üríteni, de hogy oda akarok kiukadni, hogy annyira okosan, annyira nagyon ügyesen végig van gondolva ezeknek a mini házaknak a szerkezete, akár a belakástól, hogy az utolsó kis 4x4-es centiméter széles lyuk is ki van használva valamilyen tárolóra, egészen addig, hogy igen, az alvázban az Atya Úristen is ki van építve, hogy én nagyon, és ezt mondják egyébként a szakemberek is, hogy egy adott pont, amikor már nagyon sokan leszünk a bolygón, és túlnépesedés lesz a köbön, akkor valahol ez az a jövő, amelyik irányba fogunk haladni, ez a minimalista gondolkodás, meg hogy egyáltalán elférjük. Igen, és a másik az, hogy a legelején is elmondtad, hogy mégis milyen költséggel jár. Most nem feltétlenül mindenkit ugye a bolygó fenntartása és az emberiség jövője fog első kézben mondjuk motiválni, de elképzelhető, hogy például a saját számlái azok valamilyen szinten mégiscsak megmotiválják, főleg a mostani árakat elnézve, és ilyen szempontból is tényleg én egyre inkább azzal szembesülök elnézve ezeket a nagyon szép kis házacskákat, hogy túl sokat költünk az élhetésre, a lakhatásra, túl nagy teret foglalunk el, egyszerűen csak ezt így megengedtük magunknak, ez vált a normalitásra. Itt tényleg tetszik nekem ez az egész dolog már csak azért is, mert ugye az amerikai verzió, ami onnan jött, mi nálunk mindenfajta praktikumát már készen kapjuk. Ott egy egész történelme van, hogy hogyan alakult idáig, hogyan alakult mellé a törvénykezés, milyen ötletek, milyen szabályozások, és mi az, amit tényleg így kicsi helyre összepakolható nagy, kicsi nagy házként megvalósítottak, de hát ott az is benne van a pakliban, főleg a fiatalabb generációnak, hogyha munkahelyet vált, akkor 3-4 ezer kilométerre költözik.
és nem mindegy, hogy akkor megint kezdett, tehát éppen már kész voltál, az utolsó csempét felraktak a fürdőbe, nemet kell költözzek a keleti partra, a nyugati partra. Tehát ugye tényleg egyszerűbb, ha azt mondják, hogy te egy vontató céggel a kicsi házikómat elviszem egyik, most mondjuk Washington államból leviszem például New Orleans környékére, és vittem magammal a teljes pereputyomat, mint a csiga. Hát egészítsem ki egy kicsit azzal, mert főleg aztán Amerikára ez már tovább gondolás szintjén még inkább jellemző, hogy még ezen is túlléptek a mini házakkal, mert ugye szintén Amerikában a könnyű szerkezetű házaknál van az a változat, amit effektív mobilháznak nevezünk, ami pont erre alkalmas, hogyha a keletiről a nyugati partra akarsz költözni, pont fordítva mutatom, de mindegy, akkor szépen ügyesen összecsomagolod úgymond a házat, felveszed az alapokról, és egy arra szakosodott nagy kamion, vagy valamilyen jármű, nem tudom, mik szállítják ezeket, de A-ból B-be viszik. Na ehhez képest a mini házaknak az még óriási előnye, hogy elmész a keleti partról a nyugatira, de hogyha hétvégén úgy gondolod, hogy te most éppen nem tudom, fent Kanadában szeretnél valamelyik rezervátumban egyet csak úgy hopp kiruccanni, akkor fogod szó szerint, mint csiga a házát, és viszed magaddal, és megkíméled magad attól, hogy akkor nem tudom, szállodát keresni, vagy kempingben elszállásolni. Ez a, elsősorban azt hiszem az ilyen nagy utazóknak, vagy a világot bejárni szeretőknek hatalmas nagy lehetőség, főleg, hogyha ugye van egy akkora kontinensed ott, mint Amerika, amiben járkálhatsz fel s alá. Hogyha egy kicsit megnézzük a költségeket egy olyan háznál, ami azért egy helyben van, és mit tudom én, az anyag használatában nem ez a nagyon könnyű szerkezetű. Bár igaziból most már ott sincsenek drasztikus eltérések, meglepődsz, szinte annyiba kerül, mint egy nagyobb ház. Tehát, hogy inkább itt a döntés, van olyan ismerős hölgy, aki tiny house-t épít, és biza-biza azért nem mondta azt, hogy ez lenne a világ legolcsóbb dolga. Jó, helyzetek és helyzetek, biztos van, amin lehet spórolni, van, amin nem akar spórolni, de a lényege az, hogy az embernek, ha tényleg meggondoljuk, tehát a tipikus tévedés, nézzétek meg, hányan követték el azt, hogy megcsináltak egy 5-6 szobás házat. Na igen. És hogy majd a gyerekek hazajönnek, a gyerekek sose jönnek haza ilyen sztorikba, meg egyébként is minden családnak egészségesebb, hogyha ugye nem élünk együtt anyóssal, mert a világ már most ilyen, pont. Nem szeretjük azt, hogy anyus megmondja, hogy mit csinálja. Meg egyébként, ha meg akarod az asszonynak a fenekét paskolni, akkor ne mondja ma anyuka, hogy ez az, vagy ennye-vennye. Na, szóval, hogy ilyen értelemben értem azt, hogy az emberek szeretnek különlakni, és azt is értem, hogy tulajdonképp, ha nagyon őszinték vagyunk, egy párnak miért kell 4 szoba? Nem indokolt. Általában kell egy háló, kell egy nappali, kell egy fürdő, kell egy konyha. Ennél több nem kell, és ebbe a tiny koncepcióba, a miniház koncepcióba ez tökéletesen beleilleszkedik. Abszolút, abszolút. Főleg úgy, hogy itt ugye egy légtérről beszélünk, nagyon fontos, amit okosan, ügyesen lehet szeparálni. Vannak az ilyen klasszikus dolgok, hogy akkor a konyha elkülönített konyha sarok fölött alakítják ki rendszerint, például ilyen kicsit galériás megoldás, gyanánt az úgymond hálószobát, ami azt feltételezi. Te, amilyen gyors kereszthúzatot lehet csinálni 35-40 négyzetméteren, Bence, szerintem simán lehetne hagymát pirítani. Tehát amilyen gyorsan keletkezik a hagyma szag, vagy az hagyma illat egész konkrétan pont olyan gyorsan távozik is ilyen kis térből. Árak tekintetében egyébként nem egy, nem tudom, itt forintos változatban van 14,5 millió forint, mondjuk számoljunk egy 15 millió forintot, mert azért ez egy tavalyi cikk, ahonnan én ezt most kinéztem. 15 millió forint átszámolva euróba mennyi? Vagy lejbe? Bence lesz a valutaváltónk. Na valaki egy telefon, gyere Endre, légy szív. Nem másért, csak én kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen ez például a tavalyhoz képest hol tartott, mert képzeljétek el, hogy találtam székelyföldi céget, ami azzal foglalkozik, és most már lehet azt mondani, hogy évek óta, hogy ilyen kis tiny house-okat, mini házakat építgetnek. És nem is kell olyan rettenet messze menni. Láttunk egyébként ilyeneket. Néztem, hogy 10 000 euróért vásárolható. Mondjuk az egy kicsit komoly, inkább az a típus volt, amilyen vásárba alkalmas, de van neki az veranda. Azok ilyen fakuckók, faházikók. Igen, de azért rendesebben le volt szigetelve. De nem a gurulós változat, nem, vagy nem, ilyesmi. Azt azért. Igen, ez a hobó, azt hiszem, valami ehhez hasonlót választott magának talán. Azt teremt, hiszem, én azt tudnám mondani, hogy nem másért kerestem olyasmit, ami, na mennyi az a 15 millió? Közel 40 ezer euró. Hát azért mondom, ha hogy ez a prémium kategória egyértelmű. Igen, csak ha belegondolsz, hogy ez mit tudom, most egy 2 szobás lakást, több ház lakást, kb. Ennyi pénz
pénzből meg tudsz vásárolni, ha szerencsés vagy, maradjunk annyiban. Vidéki házat nagyjából hasonló. Faluhelyt, telekkel együtt telekkel. Szintén, de az is nagyon fontos, hogy ez még mindig a mobilitás jegyében, ugye az az óriási nagy előnye, ami a másik kettőhöz képest egyáltalán nem adódott. Egyrészt, másrészt meg hát aztán ez egy életstílus, meg egy gondolkodásmód. Tehát én felvállaltam például, nem tudnám elképzelni magam úgy, hogy én és a párom, és mondjuk még gyerekek 40 négyzetméteren összesen, hát igen, oda szelektálni kéne, meg a tárgyaktól megszabadulni, én abban nem vagyok. Jó? És sok-sok türelem kéne. Szerintem úgy kell elképzelni, hogyha a székely család átköltözik ilyen mini vagy tiny house-ba, akkor az úgy lesz, hogy ahogy jönnek a gyerekek, úgy egyre puty-puty jönnek fel a tel különböző sarkaiban az újabb tiny house-ok, és ahogy a gyerekek nőnek, és egyre idegesítőbbek lesznek, egyre távolabb kerülnek ezek a mozgatható házak. Tudd meg egyébként, igen, ez hatalmas előnye. De tudd meg egyébként, hogy nem biztos, hogy lehet az átlag székely mentalitásunk az ilyen, de ez a helyi székelyföldi cég, akiről beszéltem, ez egy csíkszeredai házaspár egész konkrétan, akik a saját telkükön, gazdálkodás és minden más mellett konkrétan céggel azzal foglalkoznak, hogy ilyen kis mini házakat építgetnek rendelésre, Botinek és Emőkének hívják őket, és ott azt akartam pont mondani, hogy ott például vannak már gyerekek, tehát hogy úgy élnek, léteznek, hogy nem kellett még egy kis tiny house-t felhúzni a szomszédságba, hogy ténylegesen érdemben elférjen akár az egész székelyföldi család. Hát érdekes lehet minden esetre a szerelmi együttlét egy tiny house-ba, de végül is. Hát ez nagyon egyszerű, egyikötök a konyhában, a másik a nappaliban. És akkor nem találkoztok, se gyerekeket. De hogy nem, összeér az ujjatok begye. nagyon erotikus, vitathatatlanul. Nézd, én értem a koncepciót, és azt is értem, hogy valaki ilyesmit akar magának. Különösen ugye azért a jellemző az, hogy ezt olyan emberek választják, akik inkább el szeretnének mozdulni a világban. Tehát, hogy ez nem véletlenül szokott kialakulni. Egyébként azt hiszem, hogy ők építették, van egy csíkszeredai gyroszos, azoknak is valamilyen bodegájuk van, hát én hívom bodegának, de igaziból egy elég profi utánfutó. Szóval, hogy itt azért van amit nézni. Tetszik a koncepció. Tehát, hogy valakinek végre eszébe jutott, hogy nem kell, akkora házba lakjunk, ahol tényleg a térképpel találod meg a WC-t, akkor az nyilván egy okos gondolat. Plusz tegyük hozzá, mert ugye onnan indul a beszélgetésünk, hogy hétvégi házak, vagy egyáltalán weekend házak, hogy a sok jó ember kicsi elvét követve szintén pozitívum az, hogy arra gondoljatok, hogy nálunk azért rengeteg csodás hely van, ahová akár egy hétvégére, akár egy teljes vakációs hétre, de hogy kiköltözne a család, csak éppen pont mondjuk természetvédelmi terület, és esély sincs arra, hogy valaha az életben építkezési engedélyt kapjál arra, hogy ott felhúzzál magadnak egy kis nyaralócskát, vagy valamit, még akkor is, hogyha három generációra visszamenőleg előrökölted azt a bizonyos telekrészt magadnak. Jogilag sem lehet abba belekötni, hogy te egy ilyen vontatható kis házikóval oda felmenjél, és akár egy hétvégét eltöltsél, mert persze például lakókocsik kapcsán is már most kialakulóban vannak a rendszerek, hogy akkor van annak ott egy kis parkolója, aki oda megy turistaként, akkor ő ott kell kötelező módon letáborozzon, de ha a saját telkedre vontatod be a saját kis effektíve guruló járművedet, abban nem nagyon hiszem, hogy bele lehet kötni. Szerintem sem, persze egyértelmű, hogy itt még a jogi részeit el kell járni az egész történetek, ezt is említettük azért. Rendszámot a tiny house-ra? Egyrészt a rendszám az egy dolog, amikor be kell vontatni ráros műszaki, vagy akár ilyen ellenőrzés, akkor egy kicsit nagyobb néznek. Erre már persze, vannak kiszálló egységek is, tehát megoldható, ez egyáltalán nem jelent gondot, most nem fognak minden esetben átvinni azon a jó kis zöcskelődő próbatételes dolgon, amire gondoltam, hogy talán még kérdés lehet, hogy hogyan tudsz te például a személyit, meg lakcímet egy ilyen mozgatható dologban, akár lakossági tartó hivatal esetében kikérni. Szerintem néhány fura és néhány ilyen ferde szemöldököt láttak már, akik megpróbáltak ilyen mozgatható kocsiban akár lakást és otthont beegyeztetni és lejelenteni a hatóságnak. Hát mondjuk azért tényleg a lakosság nyilvántartónál, hogy és hol van a lakás? Hát itt az ajtó előtt. Most éppen. Hát, és akkor nézik, hogy oké, hát akkor lakcím... Egyébként szerintem izgalmas, biztos, hogy van már valami, ha más nem, tehát valószínűleg nem is a csíkszeredai pár az első az országban, aki ezt így kitalálta, meg neki konkrétan ugye ténylegesen rendszámuk is van a vontató részen, de egyébként szerintem ez okosan ki kell legyen már találva úgy, hogy konkrétan mondjuk ilyen flexibilis lakcím, hogy van mondjuk egy állandó megye, egy állandó település, ahová tartozik az állandó házszámod, aztán onnan mozogsz akár Európa, akár Amerika szerte, kinek milyen szájíze
íze van. No, egyelőre ennyit akkor a miniházakról. Kérdezzünk rá első körben, hogy titeket érdekelne ez a dolog, vagy látok-e benne fantáziát. Írjatok nekünk üzenetet a 0726 71 99 66-os SMS számra, és persze nem csak a miniházak kapcsán, hanem a hétvégi házak, kunyhócskák kapcsán is jöhetnek az üzenetek. Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Folytatjuk a gondolkodást, hogy jobb-e a kisebb, vagy hasznosabb-e, vagy olcsóbb-e a kisebb, pontosabban házakról és miniházakról, tiny house-okról van szó. Közben Jocó is belépett hozzánk tavasziason. Hoztad a tavasz, Jocó, hello! Igen, még jó, hogy mondtad, hogy házakról beszélünk, hogy jobb-e a kisebb, mert itt van Kolcsár Jocó is. Igen, van hozzászólásom majd ehhez a témához, de mindenkit üdvözlök először. Na, de kíváncsiak vagyunk a hozzászólásodra. Aha. Egyből, mert mi már minden fontos dolgot, vagy a legfontosabbakat elmondtuk. Ti már mindent? Mi a nagyjából, igen. Nekem van egy kérdésem, ugye ti népes család vagytok, hál' Istennek, sok ilyen és ehhez hasonlót még Erdélyben nekünk magyaroknak. Bevállalnád egy ekkora családdal őszintén azt, hogy egy ilyen 35-40 négyzetméteres kis tiny house-ba lakjatok? Nem. Na, ez rövid volt. Nem. Tehát úgy tudom elképzelni, hogyha elmegyek mondjuk egy ilyen kis erdei házikóba vagy nyaralni, akkor teljesen azt érzem, hogy teljesen vagány lenne egy ilyen, uh-huh. és nagyon vágyom is rá, hogy ilyen jellegű házikót egyszer kipróbáljak. Ez nem véletlenül próbálok otthon mind győzködni, próbálom a családot, hogy egy ilyen lakókocsis nyaralást csinálj, vállaljunk be. Még egyelőre nem jön össze, tehát még egyelőre nem veszik a lapot, de remélem, hogy előbb-utóbb össze fog jönni. A lényeg az, hogy úgy el tudom képzelni, de az, hogy benne lakjunk, tehát nekünk nem olyan nagy a lakásunk, de így is néha csak ösvények vannak, mit tudom én, az ágytól az asztalig, és az asztaltól az egyik székig, mert hogy lehetetlen ennyi de gyerekkel. Ezek benne. Az ösvények is olyan úgy működnek helyenként, hogy mint a dzsungelben, ha egyszer elmentél, a hátad mögött már összenő. Igen. És ha véletlenül valamihez hozzáérsz, akkor minden borul, aha. tudod. Úgyhogy mindenképp a kisház, igen, van egy romantik de hosszú távon, főleg azoknak, akik levegőre vágynak, mint például én úgy tudom elképzelni a nappalit is, hogy olyan jó tágos. Persze, amilyen nincs nekünk, tehát nincs olyan tágos nappalit. Azért tudod elképzelni. De azért elképzelni tudom. Érzed, hogy milyen jó lenne, ha lenne. Igen, igen. Tehát, hogy viszont nagyon csodálom azokat, akik ilyen kis tereket mennyire ki tudnak használni. De nagyon sok esetben például nézem a japánokat, a kínaiakat, hogy ők is például hogy a fenébe tudnak ilyeneket kitalálni, hogy az ágy, az egyben asztal is, meg nem tudom még mi, polc. Éppen konyhapult nem, de majdnem. Konyhapultból lehet, igen. könyves polcot csinálni, igen. és hasonlók. Ugye a keleti kultúra kapcsán el kell mondani, hogy ott már egy kicsit az van, pont a túlnépesedés miatt, hogy a szükség okozta, tehát ott nem csak tiny house-okba lehet beköltözni és gurulni jobbra-balra, hanem ott azért a lakóépületek is, tehát konkrétan a tömbházak úgy vannak igen. már felhúzva, hogy ilyen 30-40 négyzetméteren valóban akár egy négyfős család is hosszú távon el kell tudjon lakni. Isten igazából szerintem is fantasztikus, meg ami pozitívumként átvehető ide nyugatabbra, és pontosan ezek a tárolási és minden nemű megoldások, ami egyértelműen igazolja, hogy például egy, nem tudom, hálószobai ágy, amit köztudottan csak este alvásra használ az ember. Nézzétek meg, mi milyen fenszik vagyunk, tehát külön hálószobánk van azért, hogy elférjen benne az ágy. Ehhez képest mennyivel praktikusabb ugye felhajtani akár a falra és nappali gyanánt ott a könyvespolcokat tárolni, vagy igen, a könyveket tárolni. Illetve polcok. Van egy nagyon fontos dolog, tehát hogyha egy ilyen kis térbe kell beköltözzél, akkor derül ki igazából, hogy mennyi plusz kacat aha. van otthon. Pontosan. Mert hogyha most kellene ugye három bőröndbe be kéne pakolni, akkor szerintem a három bőrönbe bekerülnének a nagyon fontos dolgok, és rájönnél, hogy a többi az tényleg az minek is? Hát nem haszontalan, csak hogy nincsen akkor a... Egyébként nézzétek meg, hát ugye Japán, Kína, azok vannak ezek a kapszula hotelek. Gyakorlatilag nem tudom, ha láttatok amerikai filmekben halottas házat, ugye, hogy a halottakat is ilyen polcokon tárolják, meg valami olyasmibe raknak betég. Annál egy kicsivel nagyobb, de hát mondjuk egy arra... De morbidnak pont olyan morbid maradjunk. Igen, tehát én ezt túl klaustrofób lennék, vagy túl klaustrofób vagyok. Nézd,
a hétvégi ház az nem feltétlenül erről kell szóljon. A hétvégi ház is lehet egy ilyen okosan kialakított, és ott is láttam ilyet, hogy volt lenne egy tér, fölül pedig egy galéria, a galérián pedig annyi matrac egymás mellett, amennyi el tud férni, de hát ez lehet akár 12 személy is. Teljesen jól működik. És akkor végső soron az effektív egy nagy hálót mindenestől, ahol mondjuk akár igen egy nagyobb fős család is kényelmesen el tud feküdni. Egyébként ilyet már magyarországi bérházaknál is nagyon egyszerűen lehet találni, hogyha voltatok valahol bérletben kint Pesten, vagy Budapesten egész pontosan. Ott konkrétan divatja van ennek, hogy ugye ott is viszonylag kisebb négyzetméterekkel számolunk egy-egy ilyen bérlakásnál, és fent a galéria, semmi másról nem szól, néhány kis éjjeli szekrény be van téve, és ahogy mondja Bence, matracok, és ott elfér a család. Az egy más tisztá, hogy azért például egy ilyen kis ház esetében a konkrét szeparált tér hiánya az, hogy mindenkinek egy kicsi magánszférája tudjon bár lenni hébe-hóba, na az nem nagyon tud összejönni. 0726 71 99 66, a Jocó véleménye mellett természetesen a tietekre is kíváncsiak vagyunk. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.